Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket is, most már itt a Karcefem háttérképében. Most esetleg, hogy ez valóban 2023 első Bizon, háttérképe lesz. Van, ami változatlan. A két vendég Boros Imre és Bogár László. A műsorvezető Bajer Zsolt igazolatlan hiányzása miatt. Most éppen Pejah Kergely. Jó napot kívánunk. A gazdaságpolitika tekintetében a az év azzal indult, hogy Horvátország Európai Uniós, illetve az eurozónás csatlakozását ünnepelte mindenki. Akár még azt is mondhatnánk, hogy erős és régi fényében látjuk csillogni az eurót, meg az európai gazdaságot. De azért, hogyha a hosszabb értelmező elemzéseket megnézi az ember, akkor valójában az összes gazdasági probléma 2022-ről, sőt 2020 ből datálhatóan 2023-ra is itt marad velünk. A legtöbbet emlegetett az az infláció kérdése Magyarországon is, de egyébként az eurózóna térségében is, és egyébként az európai gazdaságpolitika terében is. Vannak-e, vagy lehetnek-e olyan intézkedések 2023-ban, hogy megértették-e 2022 inflációt felfelé nyomó intézkedéseinek súlyát, inkább így kérdezek a gazdasági kormányzatok irányítói, vezetői, és 2023-ban tagállami szinten, vagy Európai Uniós szinten lehet tenni a pénz romlás ütemének lassítása, vagy megállítása ellen? Hát ez, ez, ez a hogy mondjam, egy millió dolláros, vagy egy millió fontos, vagy egy millió eurós kérdés mindig. Mert... Éppen melyik erősebb? Így van, fontosan. Forintba kifejezve még mindig a font. Tudnék, nincs az a kormányzat, amit demokratikusan megválasztanak, aminek, hát, hogy mondjam, egy kicsit ilyen kiszólásszerűen élve nincs tele a nadrágja attól, hogyha az árak emelkedése egy Kívül van azon az 1-2 százalékos éves inflációs szinten, ami a papír alapú pénznél most már majdnem beverklézet beszakott. arany alapú pénznél nem volt ez így, ott stabil volt szinte évtizedekig az a árfolyam, nagyon ritkán mozgott egy picit, annak is speciális okály. De ez mondjuk, ha elkezdem emelkedni, tudni légy, elkezdődik egy versenyfutás, ahol bizony a nagyok a nagy izomzattal rendelkező egységek, azok megnyerik a versenyt, és mindig ők nyerik. A kicsik, és ezek a háztartások, a bérből, fizetésből érők, a nyugdíjasok, ezek meg lemaradnak, és a távot se tudják végigfutni. A, így a politikai azt jelenti, hogy a választó elkezd ideges lenni a kormányokról. Azért tartunk mi titeket a jó életbe. Hát még erre se tudtok vigyázni. Úgyhogy én úgy gondolom... De látjuk a... már ezt az idegeskedést? Helyek helyelközzel, igen. helyek helyelközzel, igen. Tehát itt már azért a különböző frontok. Hát például ugye ez is kevés, az is kevés, így mondják, úgy mondják, néha alaposan, néha alaptalanul, de egészében véve azért a társadalom egészen érzékelte ezt a nyomást egyrészt, másrészt előjöttek régi reflexek a magyarság tudatába generációkra visszamenőleg, legalább száz évre, de még többre. Be van vésődve az infláció. Az első világháború után is tönkrement mindenkinek a pénzügyi vagyona, ugye? az akkori koronainflációs hosszan elhúzódó pénzügyi válság és összevisszaság kapcsán, majd a második világháború után Magyarország világbajnok, minden idők világbajnokságát megnyerte, ha lenne ilyen, a pénzromlás ütemét illetően, és egyéb más korszakokban is, például a rendszerváltás után is volt egy hosszú inflációs periódus, még akkor is, ugye, amikor a ünnepelt Csurány meg a bokros az úgynevezett álompáros átvette, hirtelen a lefele tartó, akkor is 18% az már lefele jött. Hirtelen főpasszották 28%. Tehát meglehetősen sok aggodalom fűződik így társadalmi szinten, egyéni minden szinten, amire reagálni kell. Azért is vetettük fel ezt a témát, hogy tegyük fel a kérdést, és próbáljunk rá a magyarázatot találni. Tudjuk, hogy az inflációt azt alapvetően a világpiaci dolgok eredményezték. Nevezetesen a háború kapcsán elszabadult energiaárak és a forint árfolyamának a romlása együttesen becipelt egy halom inflációt. Na de mit látunk? Azt látjuk, hogy az energiaárak, mind a gáz, mind a kőolaj, ez a két fontos, visszaállt a háború előtti szintre. Az infláció meg itt van velünk, sőt, egyes óriási elemző meg azt mondják nekünk, hogy ó, nyugodjunk meg, az idén még rosszabb lesz, mint tavaly. Na most ennek... az elemzők azt is mondják, hogy éppen ez, amit most ön mond, ez igazolja, hogy itt a magyar gazdaságpolitikában és a forint gyengülésében lehet a hiba. Hát mert hogy Kérdez a külföldi szépen, hatást azt a, 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 Az embernek a fején a szöget talán ha egyébként ott van, nem egy nagy mutatvány. Tehát azt kitalálni, hogy az energiáremelés meg a forint gyenge árfolyama miatt van, az evidencia. Ahhoz nem kell nekünk se jobboldali, se baloldali szakértő, elég, hogyha Józsi bácsit nagyjából valahol megkérdezzük. Bühaj, bürgözdön, ugye az is pontosan tudja. Nem is ez a kérdés, hanem az, amit okként megjelöltünk, az okok megszűntek, az okozatok meg itt vannak a nyakunkon. Na ehhez már nem elég Józsi bácsi. Igen, ehhez azt hiszem egy kicsit azért mélyebbre kellene ásni. Például ahhoz a mondhatni szinte pénzfilozófiai szinthez, amit itt többször emlegettünk, de kiindulni mindig csak ebből tudunk, hogy nem véletlen, hogy a magyar nyelvben is a hit és a hitel, illetve a latinban a credo és kredit, tehát a hit megvallása és a pénzügyi hitel az ugyanarra a gyökre épül, és ennek az az oka, hogy a pénz hit és bizalom nélkül semmit sem ér. Egyébként ez általában igaz minden ember által alkotott anyagi-fizikai struktúrára. Minden ember által alkotott anyagi-fizikai struktúra annyit ér, amennyit a hit, a benne rejlő hit, a, a, a belevetett hit, ahogy mondani mondani szoktuk. Ez még az aranypénz esetében is igaz volt, ugye láttuk jelentőleg, hogy megrákcsálja az aranypénzt, mert gyanakszik, hogy hamis... Hogy, tehát, a a persze, vagy, ez is tehát, tel, tehát Az pénzre. arany sokkal teljesen igaza van, persze az Imrének, de még az arany esetében is a hit, illetve a hitetlenség, vagy a gyanakvás tulajdonképpen még ott is fennáll, amióta pedig Fiat money, ahogy mondják, tehát a csinált a legyen, ugye, voluntas a, a latin. Mi atyánkba, legyen meg a te akaratod. Tehát ilyen legyen pénznek nevezik ezt, hogy erős nézéssel a világ nem létező urai azt mondják, hogy legyen pénz. Igen, de ez a legyen pénz, ez a Fiat Money kizárólag annyit ér, és mindig az történik vele annak alapján, hogy mennyi a belevetett hit. Mert pedig legyünk őszinték, ha csak az elmúlt három évet nézzük, és ebben már a Covid ügyet is, a nagy világlezárást is bele kell értenünk, mert ilyen még soha nem volt a modern világgazdaság történetében. Úgyhogy egy adott jelre az egész világ leállt körülbelül fél évre, és értelemszerűen egy gigantikus inflációs nyomás alakult ki, hiszen értelemszerűen azért a fizetéseket adni kellett, tehát azt nem lehetett, hogy most mindenkit szélnek keresztenek, viszont nem volt mögött, nem lehetett mögött, kényszerűen nem volt mögötte teljesítmény, most ilyen nem volt, amióta ez a globális rendszer mondjuk az elmúlt 70, a második világháború óta, vagy mondjuk elmúlt 60 évben, amióta az európai integráció is létezik. Csak gondoljunk abba bele, hogy amikor a lezárások mélypontján összeomlottak a kőolajárak, és itt Magyarországon is azt hiszem 270 forintért is lehetett tankolni, és alig telt el két, két év, mondjuk 2022 20, 20, Mondjuk őszén lehetett, amikor mi nem tudtunk róla, mert 480 az ásokkal miatt 480 volt, de egyébként legalább 750 lett volna úgymond a normálára a benzinnek. Na most azért, ha két éven belül úgy emelkedik háromszorosára, a, a benzinnek az ára, hogy valójában senki nem tudja pontosan, hogy mi történik, akkor hát érdemes lenne ilyen nézni. Kétféle logika létezik. Az egyik, ez a közkedveltebb, és végül is ez is teljesen elfogadható. A másik egy kicsit bizarabb, de az, az, egy fordítottja ennek, de az is elfogadhatónak látszik. Majd mindjárt mondom, és akkor a tisztelt el. Hát a közkedvelt az, és ez abszolút logikusnak is látszik, hogy kérem szépen, kitört a háború, ezt a háborút az agresszív orosz erők okozták, ennek következtében meg kell büntetni, akár azon az áron is, hogy ezek a szankciók, mert ez történt, hat hónap alatt szétrombolják azt, ami 60 éven keresztül épült fel. Bújj -e ránk, visszatér ránk! De gyakorlatilag az a globális hatalmi rendszer, ami 60 éven keresztül kiépített ezt a liberális rendet, amely büszke volt arra, hogy a termelési tényezők szabad áramlása, tehát tehát az áruk, a szolgáltatások, a, a munkaerő és a tőke szabad áram, a négy szabadság, ugye erre épül az egész európai integráció is. Hat hónap alatt szétverte a szankciókkal és az embargókkal azt, amit 60 éven keresztül épített, és amire annyira büszke volt. Viszont, ha szétverem a rendet, ez értelemszerűen, tehát ha, ha van lélektani bizonytalanság, akkor az akkor keletkezik, mikor a 60 év alatt felépülő mindenki által megszokott és bejáratott rendet 6 hónap alatt szétveri ugyanaz az erő, ezt azért a világ látja, aki ezt felépítette. Most akkor ezek után azért ember legyen az alpán, aki nem érez némi bizonytalanságot, és hogyha megvan az lélektani bizonytalanság, a szorongás, akkor onnan már csak egy lépés az infláció értelemszerűen, mert az inflációban a hitetlenség tükröződik. A, a magyar, a pengő összeomlása hát, is... Gyerekek, tegyük zsebre, amit Há persze. hát persze. Tehát, hónap már lehet, hogy nem Senki nem hitte el, így van. Tehát senki nem hit, és minél kevésbé hiszi, ez egy öngerjesztő lélektani folyamat, minél kevésbé hiszi el, annál inkább olyan dolgokat hajt, a pánik is ilyen, tehát hogy minél kebb, csak az ugye, bár végül ugye ugyanez a logikája, tehát tök mindegy, hogy azzal a bankkal van-e bármilyen probléma, ha én elhiszem, hogy az a bank holnap össze fog omlani, akkor persze, hogy rohanok a bankba és kiveszem az összes pénzem, olyan bank pedig nem létezik a világban, amiből ha egy pillanat alatt kivesznek minden pénzt, akkor nem fog összeomlani, tehát való, akkor is, ha semmi baja nem volt. Tehát az egyik logika az, hogy háború, Szankciók, infláció teljesen logikus. De van egy, van egy, másik, tehát hogy, hogy a háború váltotta ki a szankciókat, és a szankciók váltották ki az inflációt. De van egy másik logika is, hogy az egész dolog magával az inflációval kezdődik. Mert ugye az elsőnél a világ nem létező urai háborút akartak. Hát nyilván ők provokálták ki ezt a háborút. De mi van akkor, hogyha ez a logikai rend fordítva működik, a világ urai akartak inflációt, és az, hogy az infláció megmagyarázható legyen, vagy elfogadható legyen, azért kellett szétrombolni a rendszert. A rendszer szétrombolásához meg ürügyként ki kellett robbantani a háborút. Tudom, hogy ez bizarabból hangzik, de a fordított Csak Nehezebb is... megérteni, hogy Már is a világúrai magam... az inflációt miért akarták. E, Na, erre is van egy, erre van, egyszerű, van, van egy nagyon egyszerű magyarázat. Tudni, hogy soha nem fordult elő az elmúlt évszázadban, az elmúlt 70 év történetében, hogy 12 éven keresztül zavartalanul fújódik fel egy gigantikus Antikus pénzügyi lufi. Ez, ehhez elég Amerikában annyi, hogy nulla a kamat, már pedig az volt 2009 után, a nagy válság után gyakorlatilag nulla szintre vitték a kamatot, hogy a döglődő gazdaság valahogy felé legyen nulla szintű a és mindenkit ösztönöznek is, hogy a gyerek, hát nulla szintű a kamat, hát még szép, hogy vegyél fel hitelt, tehát ki az, aki nem használja. Nulla Salad az infláció. A igen, meg a nulla részvények. az infláció, nulla, nulla kamat, vegyél fel hitelt, és itt a lényeg, az amerikai középosztályt, vegyél Pénzért pénzt, hitelb hitelből pénzt, vagyis részvényt. Most ez tulajdonképpen az, most ennél abszurdabb dolog, hogy hitelben fedve pénzből veszek pénzt, abban a reményben, hogy Hát mennek felfelé az árak, és minél, inkább, minél többet vásárol, annál ez megint öngerjesztő folyamat, annál inkább mennek fel az árak, aminek következtében, ú még többet fogok vásárolni, admitől még jobban mennek fel. És így elértük azt, hogy ez alatt a 12 év alatt, miközben 12 év alatt az amerikai gazdaság teljesítménye nagyjából megkétszereződött, de a érték, a tőzsdei kapituláció, az, ahogy mondani szokták, kapitalizáció, bocsánat, az ötszörösére növekedett. Tehát egy gigantikus, több százezer milliárd dolláros gap a, alakult a tőzdei ki. A tőzsdei kapitalizáció azt veszel. jelenti, hogy a tőzsdén lévő összrészvény tömeg összértéke. Ez a tüzdéik opció. Na most így van, köszönöm szépen, a elégítse hát, Persze, a azért csak mivel így kezdeni van, kezdeni persze, tehát, hogy, hogy a tényleges teljesítmény kétszeresére emelkedett, de a a tőzsdei, a tőzsdei részvények, tehát a vállalatok értéke meg ötszörösére. Na most értelemszerűen a kettő között azért van egy kis gép, ez nagyjából olyan 300 ezer milliárd dollár lehet, és ez egy idő után, értelemszerűen a fák nem nőnek az égig, egy idő után... E, mindenki kezdi érezni, hogy most már annyira irreálisan magasak a... Így lett például, hogy az elmúlt 12 évben mondjuk néhány milliárd dolláros volt 12 évvel ezelőtt a Google, a, az Apple, a, és sorolhatnánk ezeket az óriásokat, tehát akkor néhány milliárd dollár volt az értékük, most mindegyik 2000 dollár, a 3A, tehát az Apple, az Amazon, meg a, a, a Alphabet, ami ugye a Google-nak a lánykori neve, tehát mindegyik 2000 milliárd dollár felett van, miközben 12 évvel ezelőtt még csak néhány milliárd Szerintes dollár. Most azért. Jön. 500 szorosára, tetszik érteni, tehát 500 szorosára emelkedik 12 év alatt azért. És ezért kell, most két, két, lehetőség van, már is adom vissza a szót Imre, két lehetőség, illetve a szerkesztő úrnak, két lehetőség van. Az egyik, hogy hagyom kipukadni ezt a lufit, csak ez most már túlságosan óriási ahhoz szétverni az egész világgazdaságot. Tehát tényleg minden összeomlott volna, ha egyszerre engedem rá a világra, és nem csak gazdasági vagy pénzügyi értelemben, hanem nyilván politikai értelemben véve is szétmegy a világ. A másik, hogy szépen leengedem ezt a lufit, és ráengedem a világra tehát, hogy mindenütt legyen infláció, és ez a magyarázata a másik logikának, hogy a világurai, tehát az egyik logika, a világurai háborút akartak, a háborúra hivatkozva a szankciót, és a szankcióra hivatkozva azt mondják, hogy hát tessék, sajnos itt van az infláció. A másik logika, a világurai inflációt akartak. Az, hogy ez magyarázható legyen, szétverték az általuk felépített rendszer, szankció, és az, hogy ennek alapja legyen, kénytelenek voltak háborút is kirobbantani. Figyelem, a két logika egyszerre is igaz lehet, noha általában megszoktuk, hogy a második, hogy az egyik a második logika az, ami magyarázza azt a boros imrei kérdést, hogy miért van az, hogy megszűnt az ok és velünk maradt az okozat. Na engem inkább most ez érdekel, és vissza is szűkítem a mert a Laci nagyon helyesen kitágította a világméretűvé, mert az a veszély itt van a minyakonkon is, bocs, de most én ezzel nem foglalkoznék, majd ha esetleg kell, legközelebb foglalkozunk vele, sőt valószínűleg igen. Visszahozom magyar pályára, meg a környezetünk pályájára, és ugye mit tapasztal az ember? Megnéz itt dolgokat. Tehát például itt van ez a nagyon fontos az üzemanyagárak, ugye? Megnéztem a környező friss üzemanyagárakat, azt tapasztalom, hogy még Ausztriát is beleértve, rendre mindenhol, mind a gázolaj, mind a benzin, olcsóbb, mint Magyarországon. Holott? Ugye például Ausztria úgy tudom, nem az orosz gázolaj dolgozza fel, hanem nyugatról. Tehát magasabb árban Tehát etwas stimmt hier nicht, ahogy a német mondja, valamit te nem stimmel. Na most ez ugyanolyan. Csak hogy érthető legyen, bocsánat. Tehát Ausztria a 80 dolláros általában Így mondjuk van, a 80 el, dolláros brentnek megfelelőre építi a benzinárakat, mi meg a nagyjából 50, 50 dolláros, 50, hát 53, most 50 52. 50 dolláros oroszra. Tehát valami csak nem stimmel, hogyha ekkora különbség Én van. Én értem, hogy most a, a, nem akarom a nevét se kimondani, múltkor túl sokszor kimondtam, az az illető vállalat az most egy kicsit bosszút áll a piacon, hogy hogy mert ez a PINASZ kormány hosszú ideig 480-on hogyan uh, berögzíteni a, a üzemanyag árakat egy kicsit. Ráadásul pár... még az extra profitjukat is elveszik utána. Hát az egy dolog, de, de egyáltalán akkor zsebeljünk, ameddig lehet, ugye? Mert nézzük meg bárhol, hát ugye én nagyon Te jól. Piaci ismeszt... indokot nem lát, hogy ilyen Piaci indokot éppen ellenkezőleg. Azt éppen nem látok, pedig erre szoktak hivatkozni, ugye? Na most. Azért, bocsánat, ehhez mindjárt csak egy pillanatra azért tegyük hozzá a forint árfolyamát, mert azért ők erre is hivatkoznak, és mondjuk nem alaptalanul, de mit látunk? Nagyjából két hónapon belül volt 444 forint a dollár, és most mit, 374 72, forint a 372. 372, hát, de az euró azért, is szép, de most azért, de, de a dollár esetét, le, mint de, de Most akárhogy is nézzük, tehát két hónapon belül a magyar gazdasággal és társadalommal a világon semmi nem történt, ami nem hogy ekkora mozgást indokolt volna, hanem ennek a töredékét sem. Tehát valahogy meg kellene tudnunk magyarázni, hogy vajon hogyan lehetséges 70 forintnyi mozg gigantikus uh, hát, mozgás egy olyan helyzetben, amikor láthatólag a világon semmi nem történik. A mar, És az ember nem tud szabadulni ilyenkor a gondolattól, hogy az árfolyamokat és a kamatokat fegyverként is tudja használni. Erről a, a miniszterelnök is legyszerű. beszélt az évindító nemzetközi sajtótájékoztatón, ugye azt mondva, hogy egész egyszerűen a forint, bocsánat, a magyar gazdaság helyzete nem változik olyan gyorsan, amilyen gyorsan ugrál a forint föl meg le. Így van, akkor pontosan. Mégis csak fel kell tételeznünk valami egyebet. Azért amúgy, kell szűkíteni a fókuszt, mert életi. ha a fókusz szűkítjük, tehát én mondtam, hogy szűkítsük be Magyarországra, és akkor szűkítsük be két csoportra. Az energiahordozók csoportjára és az élelmiszerekre. Energiahordozókra egy kicsit beszéltünk, hogy ezt nem nagyon lehet indokolni, hogy mindenhol olcsó, mint nálunk. A másik, hát az élelmiszerni lehet. Hát miért kétszerese az áramelkedés az élelmiszernél, mint Németországba? Németország annyira jól lett hirtelen mezőgazdasággal, Németország nem kell importálni, és így tovább. Na most, és akkor már kezdünk megint közelíteni ahhoz, hogy a Magyarországon működő ezen ügyek forgalmazásával foglalkozó két kulcs cég, megint nem mondom ki egyik nevét Ezt nem mondom ki, két... nehogy reklámot Nem reklám, de valószínűleg inkább negatív lenne, ha mondanám a nevüket. Mind a két kulcs bent van nyakig ebbe az áremelésbe. Na már most, ez így van, mert pedig valószínűleg így van, akkor az itt működő külföldiek nagy bátorsággal követik őket szépen. Masíroznak utánnak. Ezt onnét tudom, bemegyek az áruházba, mutkor nagy mandátumot kaptam az asszonytól, hogy vegyek két tábla vajat. Meg kell. És akkor nézem, a magyar gyártású, magyar csomagolású baj a legdrágább, amit meg Dániából, meg még Franciaországból az olcsóbb. Tehát már onnét kívülről azt mondják, hogy betolunk ide anyagot, Bocsánat, és az alacsonyabb áron is őre keresünk. A vaj világpiaci ára, ma 26%-kal alacsonyabb, mint a háború előtt volt. Csak azért mondom, hogy a Dán azért tudja óriási profittal sokkal Még így olcsóbban is. adni, Még így így, is. mert a, pontosan a vaj ára az, ami egészen katasztrofálisan csökkent ebben az időszakban, Na és már mélyen a háború pontosan. előtti. Ez nem akadályozza meg a, majdnem kimondtam, hogy melyik kiskereskedelmi vállalat hogy mondjuk 50%-kal. Tehát miközben neki 26%-kal csökkennek a költségei, és 50 emeli az árat. Ezért kellene egy árhivatalszerű szerű euh, intézmény, ami legalább közzéteszi, hogy kedves magyar közvélemény, akkor tudjál róla, nem tudjuk szankcionálni, mert piaszabadság van természetesen, de tudjál róla, hogy ez a cég 26%-kal olcsóbban kapja, ennyivel csökkentek a költségei, és neked meg 50%-kal többet lett ki ugyanazért a ér. Én ennél is megengedőbb lennék. Mondjuk ne legyen most még álhivatal, de hát van, ez verseny, nem? Hát az versenyszabályoknak a megsértése és az erőfölénnyel való visszaélés, tehát jogi kategóriává lépett el itt valószínűleg két, hát nagyon nagy presztízsű, magyar tulajdonú többségű cég, nem mondjuk ki a neveiket. Hát például a versenyhivatal írna nekik egy nagyon szép szerelmetesnek éppen nem nevezhető levelet, hogy kapják össze magukat, nézzék meg az árazásokat, kapnak rá 30 napot, aztán vonják le a konzekvenciákat, ha esetleg nem sikerülne, ők készséggel segítséget nyújtanak majd ehhez hatósági beavatkozással. Mert hát, ha nem ezzel foglalkozunk ebbe az évbe, akkor az a társadalmi összhang, ami létrejött az elmúlt 12 évben, amikor azt lehet mondani, hogy az ország döntő többségének tetszik, ami folyik ebbe az országba, akkor az könnyen meg tud bomolni. Ugye az meg már politika. Na most a kormány, akkor a politika meg a kormány közé, hát nagyjából egyenlőség jelet kell tenni. Tehát ez kijelöli azt a feladat tömeget, amit itt. Nem azért mondom, de ez lenne az igazi ársapka hogyha ezt a magyar közvélemény minden héten, tehát minden héten közzé tennék, hogy ennyivel emelkedett a költsége, és neked ennyivel emelte az árakat. Szerintem ebben nagyon komoly társadalmi fegyelmező erő lehetőségre rejlik be. Sajnos a magyar statisztikai rendszer nem nagyon szereti az ilyesmit. Egyszer ezt elmondom még röviden. EU csatlakozás környékén szerettem volna tudni, hogy a rendszerváltozáskor meglévő nemzeti jövedelmünk, és és az uniós csatlakozáskori hogyan alakult egy főre? Nem lehetett megtudni. A magyar végül egy statisztikus. Nekem egyik statisztikus elmondta, hogy kit kéne följövő, hol foglalkoznak ezzel. Azt mondta, hogy hát minket figyeljen, szerkesztő, úr, nagyon erősen. Azt mondta a nő. Minket csak arra kötelezett az Európai Unió, hogy a csatlakozás előtt visszamenőleg tíz évre mutassuk ki. Mondom, minket erre még kötelezni is kell? Hogy a rendszerváltástól mostanáig, hogy állunk, hogy azt mi megtudjuk? a hát sajnálatos módon ilyen kisebb, nagyobb dötcenők még vannak a mi rendszereinkben. Talán még Ezeket... A hogy, hogy ennél is izgalmasabb lenne, hogyha mondjuk erre az időszakra, a rendszerváltozás egész időszaka, meg a csatlakozásra mondjuk a nemzeti vagyon még Az még menő a többet is, mondjuk 88-tól 89-től napjainkig, hogy ez alatt a mondjuk 35 év során, 88-tól 2023-ig a nemzeti vagyon hogyan alakult, valószínű nagyon megdöbbentő Érdekes következményei előméleti. lennek. No. Egy átfogó nemzeti vagyon lehet. De meg, meg lett dumálva ez most, nem? <laughs> ez a, mondok, ott a menet közben, itt mondta Bogár László az amerikai középosztályt, hogy mekkora a különbség az amerikai meg a magyar középosztály között, hogy az amerikai középosztálynak van arra pénze, hogy pénzt csináljon belőle. A magyar középosztálynak hasonlóan nincsen pénze, hogy pénzt csináljon belőle? Én össze lehet ezt kapcsolni ezekkel az élelmiszerár emelkedésekkel, mert akár mondhatjuk nagyon megengedően, hátradőlve és eltávolítva magunktól a problémát, hogy amíg van rá fizetőképes kereslet, miért ne csinálnák? Hát igen, lehet mondani, persze. Csak az a baj, hogy ugye éppen azt az alsó három tizedet, mondjuk az ország egyharmadát érinti ez, nagyon katasztrofálisan. Ott nincs annyi pénz, hogy szórakozgassunk. Mert ők a felét, a jövedelmük felét élelmiszerre élelmi költik. És költik. pont, ez a, három... meg az pont, pont ez a három tized élte meg azt, hogy kiemelték a nyomorból, és a szintet megfelezték Magyarországon. Na most, ha ezeket visszatoljuk, például hagyjuk ezeket a dolgokat, amiről az előbb beszéltünk, akkor, ahogy mondani szokták, ott vagyunk, ahol a part szakad, meg a hádi mádi az belehuppanunk a vízbe. Úgyhogy itt tendők vannak. Meg az elmúlt Nem száz először száz százpont, történne meg, de Isten őrez, után... hogy megtörténjen. Éppen. Már erre mondta, hogy edzve van a magyar az inflációhoz. Az Ez... Nem, nem, nem. A, 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 be van idegelve, nem azt mondta, hogy edzve, be van idegelve, tehát nagyon ugrik rá, és fél tőle, na, meg kell, hogy mondjam, fél, kis mint oka, a kutyarapost, vagy rá. a kidiummarástól, mert bele van rögződve. Tehát ezzel az ügyel kőkeményen foglalkozni kell, és ráadásul lehet is. Miért ne? Ki akadályoz meg? Nem akadályoz meg senki? Európai Uniós szinten egyébként? Ha már itt a hatósági felvétel... Hát amennyire eddig megszoktak... A, a, ebben az esetben, hogyha a hatóság közé teszi, tehát bár, bármilyen állami hatóságnak joga van beletekinteni Persze. a költség. Ez teljesen természetet ha úgy teszik közérdekű adat e, ilyen értelembe véve. Egy ilyen hivatal, és teljesen igaza van az Imrének, tehát a, a versenyhivatal a mai formájában is alkalmas ilyen vizsgálatok elvégzésére, és közétételére. Minden kormánynak ugyanis az legalapvető feladata értelemszerűen az adott társadalom integritásának a fenntartása. Ez teljesen természetes. És ha, ha egy kormányzatnak ezzel kapcsolatos alapvető kötelezettsége van, akkor ennek a kötelezettségének a törvények által lehetővé tett formában érvényt is kell szereznie. Tehát ebben az esetben rend mindennél fontosabb, tehát most a legdöntőbb kérdés az, hogy ha van is nem tudjuk pontosan, hogy melyik logika érvényesül igazán az előbb felvá Jelen pillanatban kettő, nem is annyira releváns. Van, annyi, de azért ezt csak azért említettem, relevánsnak, releváns csak magát ezt azért nem befolyásolja, mert ezt egyszerűen külső tényezőként kell tekinteni. Jó. Tehát olyannak, hogy akármelyik is indokolja a globális hatalmi rendszer működéséből adódóan a bármelyik logikát, ennek mi sajnos csak elszenvedői tudunk lenni. Ráadásul Magyarországra nézve, és ugye a miniszterelnök is említette ezt a hihetetlen volatilitást, ahogy mondják, ugye a magyar forint árfolyamának a teljesen indokolatlan változás Már illetve, le is szoktunk hát, az hát, indadozásról. Indokolt, mert emögött hatalom... Hát persze, tehát a globális pénzhatalmi rendszernek az a játéka húzódik meg, amivel értelemszerűen ez a játszma nem ma kezdődött, mert oh. 2010-11-ben az első békemenet annak köszönheti a születését, hogy akkor is pénzfegyverekkel akarták csirájában elfolytani a 2010 es hát akkor a, a, a forintot támadták aktívan. Persze, tehát a, ott is... Az árfolyam és a kamat fegyvereivel próbált volna politikai engedményeket kikényszeríteni a magyar kormányból. Most is erről van szó, tehát ilyen értelembe véve a magyar kormánynak alapvető feladata, hogy befelé mindenféleképpen, hát hogy a külső térben. Ennek a narratívának, amelyik elbeszéli azt, hogy gyerekek újra pénzfegyverekkel támadnak ellenünk, hogy a külső térben ezt hogy tudjuk elmagyarázni, az már egy kicsit bonyolultabb. De a magyar társadalmon belül értelemszerűen semmiféle akadálya nincs annak, hogy ez az elbeszélési mód, amelyik, amelyik pontosan néven nevezi ezeket az erőket. Annyit azért hozzá kell tennünk, hogy hogy szerencsére ezeknek a pénzfegyvereknek az alkalmazása sem a, az alkalmazóik számára sem egyszerű feladat, mert egy idő után visszaüt. Tehát, hogyha ha olyan mértékben ö, próbálják a forintot tönkretenni, ami, ami mögött nyilván, tehát hogyha emel, azért emelkedik a forint árfolyama, mert óriási tömegű forintot dobnak rá a piacra. Igen, de hogyha ennek nyomán folyamatosan sortra játszanak, tehát arra, hogy a forint tovább fog gyengülni, és egy idő után ezek az alapvető folyamatok mégiscsak áttörnek, és kiderül, hogy a magyar gazdaság sokkal stabilabb, akkor azzal azért komoly veszteségeket hogy is Hogy hadd lehet ide egy példát, vagy hadd kérdezzek akkor úgy történelmi tapasztalat alapján. Ha ez igaz, akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk Soros György még egyszer nem tudná megsortolni a fontot. De bármikor meg tudja sortolni, csak ugye mindennek ára van. Csak ára van, igen. Tehát ha, ha, amikor már erős az ellenállás a magyar gazdaságba. Tehát annyira sok érdekeltség húz arra felé, hogy inkább vegyük a forintot, mert nem csak Soros György van a piacon, nem egyedül mászkál ám ő nyugaton, mások is vannak, gazdasági tényezők, akkor Gyuri bácsinak ez már baromi na, mint amikor a jég vastagszik, meg a vékony a jég, könnyű áttörni, ugye? Amikor zavaros a helyzet, akkor, és sokan vannak a pult előtt, akkor habosan mérik a sört, ugye, fele hab, Gyuri bácsi ezt pontosan tudja, hogy mikó megy. Érdekes itt. más meg jég, akkor ő nem lép rá. Érdekes módon a forint Nem, nem elképesztő javulása a dollárhoz képest, 444-ről, ugye 70 forinttal 72. való javulása, egybeesett például ezzel az európai parlamenti bokszája, és az ember persze. nehezen tud szabadulni attól a gondolattól, nem is kell, hogy szabaduljunk ettől a gondolattól, hogy nekünk is vannak támogatóink. És hogyha megpróbáljuk hatalmilag megfelelődni, Fejteni, hogy ki is lehet, amit támogatunk. Hát ugyan ki volna más, mint a meghatározó német tőke struktúrák, akik stratégiai befektetők Magyarországon, és nagyon jól érzik magukat Magyarországon, nem csak pénzügyi értelemben, hanem társadalmi Minden gazdaság mindenféle értelemben. És igen, igen, merjük kimondani, ami persze összeesküvés elmélet, hogy a forint 70 forintos javulása a dollárhoz képest, meg ennek a bizonyos korrupciós ügynek a leleplezés, egy kuszba tette azokat az erőket, Gyuri bácsi ügynök legjobb ügynökeit az Európai Parlamentbe, Nevezjük, merjük nevén nevezni a dolgokat. Hát nyugodtan, a dolog hát megjelent mögött, 242 az a 242 képviselők az a, meghatározó a német, német tőke struktúra áll, amelynek érdeke az, és azért ez a német. Noha Németországot most tönkre zúzzák, vagy legalábbis arra törekszik ez a nem létező erő, de ez a, az, ez a 150 éve létező, hihetetlenül értékes német technostruktúra meg éppen nem akar elpusztulni. És ha nem akar elpusztulni, akkor például azon keresztül mutathatja meg az erejét, hogy kirobbantja ezt a botrányt az Európai Parlamentbe, és ezen keresztül segít Magyarországon abban, hogy hip-hop néhány hét alatt, 444 forintól érdekes módon, noha semmi nem történt a magyar társadalomban. Fordítsuk ezt el rendesen. Szervez magának egy motivált felga rendőrcsapatot, aki megy előre, mint a buldog, és olyan tényeket tár föl, amiket már nem lehet a szőnyeg alá és felerősödnek a hangok, hogy tovább, tovább, mert ugye ha itt vagyunk, Azt. akkor hát egy 20 millió Eurócskát megtaláltak, ugye, Panamába. Na, ez már felveti, ezt nem egy képviselő szokta kapni, hanem innét megy az osztógép jobbra-balra, mert egy-egy ilyen képviselő egyedi ügyekbe való megvásárlása azért nem ekkora tétel. Ebből az is kiderül, hogy csak hatalomgazdaság van a világon, tehát ez a süketelés a piacgazdaságról, meg szabad piac, meg a piaci erőkről, meg egyebek, ez nyilván csak az a bursít, azért, az a bursít, amit, amit azért kell hinteni Bocs, folyamatosan. Mi, ne, mi, ne, mi ne, magunkat nemzetgazdásnak, nemzetgazdásnak szoktuk nevezni. Hogy a valekok és a lúzerek elhiggyék ezt, így lehet őket kifosztani, de alatta kőkemény hatalom érvényesül, érvényesült, és nekünk kőkeményen és kíméletlenül élni is kell ennek a hatalom minden olyan fegyverével, ami szerény lehetőségen között használható. A, az ügy, a korrupciós ügy kirobbantó entitását nem nevezték meg az elmúlt hetekben, de nem önök az elsők, akiktől ezt hallom, hogy ez gazdasági érdekcsoportoknak lehetett érdeke, hogy a természetes. elhallgattassák az, 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 az Európai Parlament. Természetes, hát az, az, az Európai Parlament az az hova tovább már az egész európai intézményrendszer tetejére, fejére ült. A bizottságot már majd maga alá temette, a bíróságok már teljesen úgy fütyörésznek, a parlament meg tele van rakva, soros motivált emberekkel finoman fogalmazok, sorozatba buktak le, hajdani Elmár Broktól kezdve mindegyinek volt korrupciós ügye a, a, a és akkor most ez a drága jó kis görög csinos asszony, Bajer sajnálta is, hogy hát annyi ronda banya van, hogy miért nem azok buktak le. <há> és Ursula asszonynak meg tulajdonképpen három szinten is segített mindez, mármint a, ez a német tőke struktúra, mert azért mégiscsak a mi kutyánk kölyke. Hát úsula nem tudjuk, kell. Már, már úgy értem, hogy német, tehát annyiban baj ja, csak de a. Lehet, jön, tehát az adjunk. kivert kutya hát is. szinten rakszint. is segített? Mert egyrészt azt az iszonyatos nyomást, azt a terrorisztikus nyomást, amit a parlament gyakorolt most már a bizottságra is, azt most egy darabig azért mérsékelte. Elterelte a figyelmet asszony, hát azért szintén számos kérdést felvető, minimum kettő darab, neki, nagyon. És ráadásul végre megkönnyítette számára, mert neki is búp már a hátán az egész magyar ügy, szóval a magyar megkönnyítette számára, hogy jó, akkor esünk túl. Ami kusba van, reméljük, hogy ez még néhány hónapig eltart, az Európai Parlament, addig szépen fő alatt a magyar pénzügyeket is el lehet intézni. Tehát, ha úgy tetszik, dupla plusz, sőt, tripla plusz jó, hogy Orbán És tétézem. van még valami, ugye, és ezt a miniszterelnök tulajdonképpen megcsillantotta. Szívem szerint beszélt, mert én mindig ezt mondtam, hogy az Európai Parlament úgy van, úgy hülyeség, ahogy van. Annak idején vala az osztrák-magyar monarchia. Az ugyancsak két államból állt, bár voltak még a csehek is, ugye a Ferenc Ferdinánd szerezte volna az hármas monarchiába varázsolni. Ott arról ugye hogy a magyar parlament, meg az osztrák lantág 60-60 embert összeszalasztott évent, azt megbeszélték a közös ügyeket hát itt is így kéne csinálni, akkor ugye belföldi kontroll alatt lennének azok az emberek, akik oda kikerülnek. Tehát például a vizsgán meg lehetne kérdezni, oszsoroz bácsit ösmered-e, szoktatok-e összeülni egy kávéra? Viccelek természetesen. Tehát magyarán szól egy átvilágítás, és akkor az egész arra irányulna, amire irányulik kell. Tehát ez felveti az egész rendszer, átalakításának szükségletét, csak ezt kalapálni kéne szépen. Erre meg kéne a partnereket fűzni, de gondolom nem lesz nehéz lengyeleket, meg még egy csomó más európai partnert, mert jön 24 már az olaszok is. A olaszok 24-ben lesz, ugye? Az európai... Hát igen, igen. A európai választásokra azért már ilyen szellembe kéne neki indulni, reformszellembe, mert azt hiszem itt a bogálacival nem azt szeretnénk, ha az Európai Unió totára szétzőlen az lesz, ami lesz, hanem titkos vágyunk az, hogy visszaállunk az eredeti mederbe, a népek egyenrangú egyetműködése, és alapvetően a közös piaci vívmányok megtartása, minden ide talicskált úgynevezett európai érték, amit se testünk, se lelkünk nem kívánja, azt meg maradjon annál, aki azt szereti, nemzeti keretek közben. E változások valószínűsége ugyan kicsi, Kicsin. de nem nulla. Hát a kicsi, vagy nulla lesz, ha nem mondjuk de ki, akkor ha kimondjuk, akkor se biztos, hogy lesz, de az a kezdődik, az első lépéssel kezdődik az egymillió lépés is. Legyen ez a végszó. Boros Imrét és Bogár Lászlót hallották, köszönöm szépen.